Duda szórjasztja meg a gólyákat a Hortobágyi Madárpark nagyröbdéjében. Ez is része a madarak felkészítésének a szabad életre. Az elmúlt hetekben megtanulták, hogy az autóval érkező, az vadászt, tartani kell tőle, és azt is, hogyan kerüljék el az áramütést. A gólyaiskolában csak azokat a madarakat engedik szabadon, amelyek bebizonyítják, nehéz őket elkapni. Legyen egészséges, tudjon repülni, jól repülni, és féljen az embertől. Ezt nézzük most. A korábbi felkészítés során felkészítettük, hogy ne szálljon villanyoszlopra ragadozókkal, szemben meg tudja magát védeni. Augusztus 20-a a gólyák életében is fontos dátum. Ilyenkor kezdenek gyülekezni, hogy elinduljanak Afrikába. A madárparkban kikelt, illetve az itt meggyógyított fiatal példányokat ezért engedik szabadon az ünnepi hosszú hétvégén. A hagyományok szerint ebben a látogatók is részt vettek, hogy még közelebb kerüljenek a legmagyarabb madarakhoz. Az első gólya elengedésem volt, fantasztikus érzés volt, amúgy egy állatorvosi egyetemre járok, most végzős vagyok, szóval minden állatot szeretek, és szerettem volna egyszer úgy visszaadni így is az életet valakinek, úgyhogy ez volt a motivációm, és nagyon jó volt. A nem eléggé felkészült fiatal madarakat tavasszal engedik majd szabadon, hogy csatlakozhassanak az Afrikából hazatérő gólyákhoz.